Portálni, de tudod rég, hogy valahol hír egy másik élet, a régi pedig valahogy semmi. Köszöntök mindenkit sok-sok szeretettel, ez itt a Beszélj Velem, Filipán és Bálinttal, az Én Napa Budapestből jól megismert Dávid karaktere. Kérlek szépen, mesélj arról, hogy gyerekként is fajtott a szereplésidáj. Igen, egyébként ez érdekes, mert általános iskolában jártam sziasztok. Nagyon sok barátom járt, együtt jártunk, és igazából tök jól éreztük magunkat, aztán valahogy így azt tettem észre, hogy ezt az egészet nem csak azért csinálom, mert elmegyek és hülyeskedek az osztálytársaimmal, hanem azért, mert tetszik is, és élvezem. Többször voltam Petőfi Sándor, Mátyás király, szóval igen, már mondhatni, hogy ez gyerekkorban az egész színészkedés dolog, és el is kezdett érdekelni komolyabban. És hát valahogy nem a színészet felé vezetett először az utad, hanem a foci pályára. Több csapatot is léptél, mesélj erről. Hát igen, igazából a foci volt nekem mindig is az első. Tehát a színészkedés mindig is érdekel, de a foci volt az, ami felmondva nem olyan a top volt. Hát azért kerültem be a kapuba konkrétan, mert kapus voltam, mert utáltam futni. A futás az nem volt az erősségem, inkább a robbanékony gyors voltam, a hosszú távon az nem volt soha az erősségem. Aztán hát igen, erre is próbáltam terelgetni az életemet. Tehát én Sümegen jöttem fel, 14 éves koromig ott laktam, a szüleim oda valósak, és utána kerültem egy Győrbe, és ott fociztam hát, nagyon jó sokáig, majdnem 10 évig. És végigjártam a korosztályos csapatokat, aztán 21-22 évesen már ugye az első csapatnál nem számítottak rám, és akkor kerültem kölcsön Balatonfüredre, és előtte még Gyirmóton is voltam, Siófokon, így az ország elég sok területén játszottam, szóval ja, vándoroltam meg jó sokat. És ezek szerint szeretted is csinálni? Persze, ez volt a minden, ez volt a hivatás, amiből éltem, úgyhogy abszolút. De aztán megtört a jég, és meg. Bekerültél. Az ilyen napra a Budapestben. Mesélj erről, hogy hajtott el odáig az élet. Már mióta elkezdtem volna forgatni, velük már évekkel ezelőtt hívogattak, meg jártam castingokra és szerepekre, de valahogy soha nem úgy alakult, hogy elvállaltam volna, hogy mi is elkezdjem ezt az egészet csinálni. Én mindig a focit akartam erőltetni nagyon sokáig. Aztán 28 voltam, kb. 2 évvel ezelőtt, amikor hívtak, hogy na most lesz, most a te szerepet. Most mindenképp jönnöd kell, csinálod kell, te lennél John, fia. És hogy ez egy nagyon jó szerep, sportos karakter, ilyesmit keresünk. Elkezdtem gondolkozni, aztán rájöttem, hogy 28 évesen, hogy a fociban már nagyon nem fogom megváltani a világot. Főleg úgy, hogy NB3-ban játszottam már csak az utóbbi 1-2 évben. És akkor úgy döntöttem, hogy jó, akkor csináljuk. Elvállalom és mehetünk. És mennyire tudtál a karaktereddel azonosulni? Nem volt nehéz, abszolút nem, mert hát ugye már a karakterem is sportos, egész életében sportolt, szeret az autókat, szeret motorozni, szóval ezeket én ugyanúgy szeretem a való életben is, úgyhogy abszolút nem volt nehéz dolog. A sorozatban egy párt alakítottatok Evelynnel. Kérlek, mesélj erről, hogy mennyire volt nehéz egy adott veszekedés, vagy éppen szerelmi jelenet. Hát igazából mi a párkapcsolatot, Evelyn és Dávid kapcsolata már így az elejétől kezdve elkezdettünk fokozatosan épülni. Hát már amint először találkoztak és megismerkedtek egymással, már alkult köztük egy valamilyen szintű vonzódás, mert ott a szikra megvolt közöttük. Aztán az a dolog így szépen-szépen épült egyre jobban, és így Anitával is egyre jobban megismertük egymást közben. Úgyhogy mire arra került a sor, hogy Evelyn és Dávid egy pár lesz, addigra már tök jó viszonyban voltunk, és azért ez megkülönítette a dolgokat. Ez biztosan így van. Volt-e kedvenc részed a karakteredből? Több is volt. Tudsz mesélni egyet vagy kettőt? Hát az, ami nekem a number van, és tényleg amiért már megérte ezt egészet csinálom, az, hogy Ausztriában forgattunk pont a Grossmutter-hegységben. Az egy óriási élmény volt nekem ott motorozni.
az tényleg fantasztikus volt. Alapból imádok motorozni, nagyon-nagyon szeretek. És hogy egy ilyen helyre eljuthattunk 2500 méteren gyönyörű kilátással, az egy óriási élmény volt. Az mondanám az első helyre. Eltávoztál a sorozatból. Lehet látni még téged a képernyőn, vagy most visszavonultál inkább a színészetből is? Soha nem tudhatjuk. Lehet, hogy még egyszer Dávid visszatér a sorozatba, ki tudja. Egyelőre nem úgy néz ki a dolog, hogy visszatérne, szerintem. Aztán persze a jövőben még megtörténhet. A színészkedéstől abszolút nem akarok eltávolodni, sőt, inkább próbálom magamat mostanában erre az irányba terelgetni. Csak hát ez a koronavírus ez most elég durván beleköpött a levesbe, így forgatások terén minden abszolút megállt az élet itt is. De most, hogy vége van ez az egésznek, most lesznek itt a castingok, szóval semmiképp nem akarom ezt az egészet elengedni. Kérlek szépen, mesélj az álmaidról, ami ugye lehetséges, hogy egy sorozat, vagy másfajta sorozatban is leszel, vagy szeretnél lenni, illetve terveidről. Hát így, amit a közeljövőbeni terveim, azok inkább szeretnék visszakerülni valaképpen, mindenképpen. Lehet, hogy lesz lehetősége színházi szerepeket elvállalni, meg színházi szerepeket játszani, ez még nem biztos, de benne van a papírban. Úgyhogy a szereplésnél semmiképpen nem szeretnék elszakadni, szóval ugye a jövőbeni terveimnek ezeket mondanám, hogy visszakerülni. Szerintem amúgy nagyon sokan várják ezt a pillanatot, hogy újra képernyőn legyél, pláne a hölgyek. Ha tehetnéd, másképp csinálnál-e valamit az életeddel? Vannak dolgok, igen, amin azért változtatnék. Egy ilyen kisebb dolgokra gondolok. De úgy gondolom, hogy a hibáiból tanul az ember, és amiket rosszul csináltam, azokból én csak tanultam. Szóval abból én csak több lettem, és nekem ezek segítettek ahhoz, hogy érettebb fejjel tudjak gondolkozni, és a jövőre elnézve úgy gondolom, hogy tényleg mások tapasztalatot szereztem. Ennek viszont nagyon örülök. Egy rövid szünet, és jövünk vissza egy kis játékkal. Csabi! Dávid? Szia! Ezer éve nem láttam. Hát én se tényleg. Igen, köszi. Nagyon jól nézel. Hát te is. Köszönöm szépen. Letagadhatnál egy 5 évet még. Köszönöm. Én öreg vagyok, szerintem. Hát egy idősek vagyunk, ne viccelj már velem. Hát egy osztályban jártunk, de viccelsz velem? Ja, hogy te az a Dávid. A szemüveg miatt nem ismertél meg? Ja, hát nem tudom, egy kicsit öregednek tisztelet. Hát köszönöm. Bocsi. Én is örülök, hogy látlak a múlt szevasszia. És amúgy, hogy vagy egyedül sétálsz? Hát igen, egy ideje már szingli vagyok, úgyhogy élvezem a szingli életet. Kijövök a napsütésben, parban, jó idő van, kicsit felszabadulok. Szeretek kicsit válogatni egyébként. Ennek egyébként örülök, hogy szingli lettél. Mert hogy, hát egy kicsit igen, mert hogy el kell mondanom neked valamit, és jó is, hogy összefutottunk. Mert hogy én egy ideje kavarok az Evelinnel. Hol a kandik arra? Sehol. Tényleg. Igen? Igen. Most is hozzám, hogy találkozom. Hát most egy kicsit sokba vagyunk. De miért? Nem vagytok együtt, akkor nem. Miért vagy sokba? Tehát, hogy nem találkozhatok? Meglepődtem ezen, azt hittem, hogy azért ismerjük egymást, hogy vagyunk olyanban, hogy azért ott házi nyúlva nem, vagy nem, de ezt nem ismerjük. Hát bocsi, de ha jóba lennénk, akkor felismertek volna együtt. Ja, igazából az a nagy szerencsét, hogy sokan vannak itt a partban. Hát összefutunk itt. X év után, és te így ezzel benyitsz nekem, hát nem tudom, lehet, hogy legszívesebben most beleraknál a kukába. De... Komolyan. De miért raknál bele? Tehát, hogy nem vagytok együtt, akkor... Nem együtt, csak azt hittem, hogy van benned mondjuk némi empátia, és ezt nem úgy adod elő nekem, hogy te vagy az Isten király, és akkor tudom, hogy randizol a vénból Exennel. Nem vagyok Isten király, de... Nem, tényleg nem.
De miért nem találkozhatunk? Nem mondtam, hogy nem találkozhatok, csak az előadás mióta volt nekem egy problémám, tudod? Az, hogy találkozunk, és akkor elmondom neked, hogy bocsi, együtt vagyok az Evelinnel. Igen, ezt egy kicsit jobban is becsomagolhattak volna az is. Hát szerintem teljesen jól becsomagoltam. Még ennyit se érdemeltél volna, szerintem. Jó van, oké. Áldásom el, jó? Köszönjük szépen. Majd, boldogságot. Majd küldök a gyerekünktől képet, jó? Aztán röhöghetsz. Szívesen meghívlak az esküvőnkre is majd, jó? Sok sikert, ne szavaztam. Köszönöm szépen, na hello. Belefutottam Csabiba. Kicsit felhúztam magam, mert úgy állít oda elém, hogy 5 éve nem találkoztunk, és idáig elém egy olyan dumával, hogy ő most randizik Evelinnel. Így a semmiből. Hát jó, legyen, de akkor ezt csomagolja be szépen. Adja elő nekem úgy, hogy ne szúrjon ennyire szíven. De szíven szúrt, úgyhogy most egy kicsit fáj, de majd idővel jobb lesz. De én biztos vagyok benne, hogy ez nem lesz hosszú élete. Úgyhogy hazamegyek, egy kicsit emészgetem ezt az egészet. Megnyugszom. Aztán megkeresem ezt a Csabi gyereket. Átmegyek hozzá. Belrakom a kukába. Összefutom veled mindig. Mindig? Hát körülbelül 5 éve nem láttalak. Igen, de mindig ebben a farba futunk össze. Az a kettőre gondolsz? 5 évvel ezelőttig, meg a mostanira? Nem. Nem? Én már nagyon sokszor láttalak, csak nem mertelek leszólítani. Én kicsit feszültek. Minden rendben, jó nem, vagy? Nem vagyok feszült, csak hogy szétmentünk az Evelyn bőrrel. Igen? Látom, nagyon örülsz neki. Jaj, de sajnálom. Mi történt? Mi történt? Az, hogy bekavartál. Én? Te. Hát figyelj, Csabi. Nem akartam mondani nekem, amikor először találkoztunk, de szinte biztos volt, hogy ez lesz a végkimenete ennek az egésznek. Tényleg? Igen, Csabi. Nagyon gázolja jöttem. Hogy komolyan te ezt, komolyan vetted ezt az egészet? Bíztál ebben az egészben, hogy te majd Evelinnel? Evelinnek? Te? Igen, képzeld el. Miért nem bízhattam volna? Nagy szerelemnek indult. Tényleg? Csak jöttél te és bekavartál. Visszatérted. A Jedi visszatért. Az, visszatért. Mindegy, sajnálom. Idióta vagy. Nem gondoltam, hogy nem, tényleg nem gondoltad volna, tényleg. Csabi, figyelj, én hiszek abból, hogy meg fogod találni életet szerelmét. De ez meg volt írva előre, hogy nem Evelyn lesz az. De az Evelyn lett volna, ha nem kavarsz bele. És... Tudod, mit szoktak mondani? Az erősebb kutya. Csabi. Igen. Ismét eltelt 5 év, ismét találkoztunk Csabival, ismét ugyanott. Micsoda véletlen, ugye? Fura. Hát ezt hozta az élet. Én biztos voltam benne, hogy ez nem lesz hosszú életi közt és Evelyn között. Hát, az meg. Na, hát vagyok én, nézd már rám, meg van ő. Tele vagyok pénzzel, ugyebár tudjuk, hogy honnan, nem is kell mondanom. Visszatértem távoli Kubából, addig adtam Evelynnek egy kis időt. Hát persze, egyértelmű volt, hogy pasizni fog, hát most mit csinált volna, most évekig üljön és várjon rám, hát ez egyértelmű. Szegény Csabi elhitte. Ja, Isten. Az jó volt látni az arcán azt a fájdalmat, amit átélt. Én megmondtam, igazam lett. De mindegy, Csabi, meg fogod találni az igazit, én biztos vagyok benne. Sok siker, szevasz! Borog, tessék! Csabi! Igen, én vagyok. Szevasz! De régen láttalak. Ez a régen, újság, jó vagy? Az jó van, és nem? Köszönöm szépen, meg vagyok mindenre. Sétálgatok itt a parkba, jó idő van, tudod, kigondoltam, kicsit kijövök, annyira nincs meleg, pont jó sétálgatáshoz, kutyának otthon hagytam. Hát miért hagytad ott volna, tök jó idő van, lehozhattad volna. Túl sok a gyerek, azért nem még egy kicsit, kicsit még vad, nagyon fiatal, még ivatlanítom, hogy kéne, még erre nem került sor.
úgyhogy nem nagyon merem ide kiengedni. Pedig sor kerülhetne most már, mert ilyenkor szokták általában ivartani, tehát hogy... Mikor? Hát nyáron. Nyáron kell ivartani, hogy a kutyát, tényleg? Aha. Ezt nem is tudtam. Én azt hittem, hogy akkor kell, hogy az igazából kolt fogni. Hát tudod, amikor rajta van a kanosság. Aha.